Ez a videó egy korábbi videóhoz kapcsolódik, amiben a napkollektor házilagos építéséről volt szó. Akkor még nem volt megoldva, de most már sikerült megoldani, hogy ezt napkollektor működését távolról az internetről lehessen nyomon követni. Ezt mutatom be ebben a videóban. A felügyeletre, az internetes felügyeletre van egy olyan felhőszolgáltató, hogy ThingSpeak, ennek a szerverét használom. Itt föl lehet tenni mérőórákat, itt például látszik, hogy a napkollektor rendszernek a hőmérséklete a kint a tetőn 67 fokos, a tartályban fölmelegített víz 30 fokos hőmérsékletű. Itt látszik az utolsó egy napnak a grafikonja, a kollektor hőmérséklet hogyan alakult. Látszik a boiler hőmérséklet, itt van a tegnap este, amikor a 40 fokos vízből hirtelen 28 fokos lett, ahogy lehűlt a boilerben a víz fürdéskor, ahogy kifogyott belőle a meleg víz. Itt látszódnak a szivattyú bekapcsolások, ugye ez a cirkulációs szivattyú, ami a napkollektorban forgatja a vizet. Tegnap 3 bekapcsolás történt, ma 2, ma nem süt annyira a nap. Föl lehet tenni térképet a helyjel, hogy hol van ez a rendszer, lehet tenni YouTube videót, be lehet linkelni, például Ben Manernek a Solar rendszernek az építéséről a videó. Hogyan működik ez az egész? Annak idején a napkollektor vezérlőben volt egy, vagy helyeztem el egy ilyen soros kimenetet, soros adatkimenetet, amilyen helyi adatlogozási célokat szolgált, számítógépet lehetett rákötni, és meg lehetett figyelni, hogy hogyan működik, mikor kapcsol be, hogy alakulnak a hőmérsékletek. És ez a soros port ilyen veszővel elválasztott értékeket küld ki magából, szépen sorban egymás után. Itt látszik az értékek megfejtése, itt az első érték az idő, második a hétköznap száma, tehát hétfő, kedd, szerda, csütörtök, itt a harmadik a hét sorszáma az évben, a bekapcsolási hőmérséklet, kikapcsolási hőmérséklet különbség, a boilerben lévő vízhőmérséklet, ez csak egy példa sorít, igazából nem mínusz 64 fokos természetesen a boiler hőmérséklet, a kollektor hőmérséklet, akkor a következő a pumpa, tehát a szivattyú állapota, most ugye nulla, ez azt jelenti, hogy nem működik a szivattyú. Ilyen sorokat küld ki a napkollektor vezérlő magából ezen a soros porton percenként, hogyha éppen fölmelegedési fázisban van. Amikor már bekapcsolt a szivattyú, akkor 5 másodpercenként küld ilyen sorokat. És ezeket a sorokat veszi ez a soros wifi átalakító. Ugye itt bejönnek ezek a soros adatok, és ez a kis modul, ez a wifi modul felküldi ezeket a ThingSpeak-nek a szerverére, ahol aztán azt meg lehet figyelni. Van itt egy ilyen videó is arról, hogy hogyan zajlik egy ilyen adatfeltöltés. Gyakorlatilag annyi van, hogy beérkezik az adat, itt megvillan az adat érkezésekor a LED, jelezve, hogy adat érkezett, és utána, amikor bejött az egész sor, akkor fölküldi a ThingSpeak szerverére a kis wifi modul ezeket az adatokat, és a feltöltés ideje alatt ez a LED itt, amit most világít, ez aktiválódik. És egyből be is frissül a weboldal. Itt látszik, hogy nem is ezen a csatornán, mert ezt most átállítottam egy teszt csatornára. Azt mondja, hogy My Channels teszt csatorna. Itt látszik, hogy kevesebb mint egy perce történt az utolsó adatfeltöltés. És hát a ThingSpeak hogy működik? Úgynevezett csatornák vannak, és a csatornákon belül úgynevezett mezők helyezkednek el. Például itt ennek a Solar csatornának a mezői úgy néznek ki, hogy 8 mezőt tud fogadni, tehát 8 ilyen kis grafikont lehet tulajdonképpen
megjeleníteni. Ez a kettes mezőnek a chartja, a diagramja, ez az egyes mező diagramja, ez meg a hármas mező diagramja. És itt a Channel Settings-nél van megadva, hogy melyik mezőben milyen érték megy, milyen érték lesz megjelenítve. Ugye három aktív mező van, az első a boiler, a másik kollektor, a harmadik a szivattyú állapot. Lehet itt még nevet is adni, meg leírást, de alapvetően így működik, tehát mezőkbe kell fölküldeni az adatot. És akkor, hogy ne tudjon mindenki adatot fölküldeni, ezért van egy biztonsági megoldás, itt az API key-eknek a szerepe jön. Amikor adatfeltöltés van, akkor ennek a Write API key-nek meg kell egyezni. Tehát amikor feltölti a kis modul az adatokat, akkor ezt a Write API key-t helyesen kell megadni. És hogy történik a föltöltés? Hát gyakorlatilag a get vagy post HTTP metódussal, tehát mintha letöltenénk egy weboldalt itt a Thingspeak-ről, megadjuk az API key-t, és utána megadjuk azt, hogy melyik mezőbe milyen értéket szeretnénk bevinni. Ugye itt a field 1-es mezőbe visszük föl a nullás értéket. Hát ilyen értékekkel tölti fel ez a kis Wi-Fi modul is a feltöltött adatot, amit soros vonalról kap, azt ilyen internetes üzenetekké fordítja át. Igazából nem get, hanem post metódussal van megoldva, de az is nagyon hasonló. Post, a címe a szervernek, a API key és a fieldek az értékükkel együtt felsorolva. A következőben itt lehet látni, hogy van ennek a Wi-Fi modulnak egy ilyen kis konfigurációs felülete. Ez a címe itt a helyi hálózaton, ez a 192.168.1.67 címen van, és ugye mit lehet állítani rajt? A szervernek a címét, ez fix igazából, ezt nem kell nagyon állítani, ezt a write API key-t, hogy megegyezzen a Thingspeak-en konfigurált API kulcssal. Be van állítva a soros portnak a sebessége, beállítható a soros porton érkező adatok között az elválasztó karakter, ugye ez pontos vesző jelen esetben, és itt van a field mapping, tehát a mező megfeleltetés. Ugye a soros vonalon jönnek az értékek, CSV, comma separated value, tehát veszővel elválasztott értékek jönnek, és az ötödik mező a soros vonalon, az kerül a Thingspeak-nek az egyes mezejébe. Ez konfigurálható bármilyen egyéb felügyeletre, ez egy ideális, univerzális megoldás. És itt pedig tájékoztató adatként szerepel, hogy mi volt az utolsó beérkezett adat a soros vonalról. Tehát itt ugye azt mondjuk, hogy az ötödik, a hatodik és a hetedik mezőt töltjük föl a Thingspeak-re. A legelső mező, azt úgy hívja a rendszer, hogy a nulladik mező. Tehát akkor ez a nulladik, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik. Tehát a hetedik mezőben ez a szivattyú állapot van, ezt a Thingspeak mező, hármas Thingspeak mezőre mappeljük föl. Akkor a hatodik mezőben a kollektor hőmérséklet van, ez a 66-os érték, 66 Celsius fokos, tehát itt ez a 6-os mező, ez a Thingspeak-nek a 2-es mezeibe megy, ahol a kollektor hőmérsékletet jelenítjük meg. Itt az 5-dik pedig a plusz 32 fokos, ez a boilerben lévő vízhőmérséklete, ez az 1-es Thingspeak mezőre van felmeppelve, úgy ahogy itt látszik. Itt, ahogy elneveztük, nem ez az, mindjárt ez egy tesztcsatorna, az élő csatornát akarom megmutatni. Tehát itt, és Channel Settings, Boiler Collector Pump, tehát ahogy az előbb mutogattam. Akkor van egy úgynevezett Bonjour for Windows program, amivel meg lehet állapítani, hogy az éppen hálózatra csatlakoztatott Wi-Fi modulnak mi az IP címe.
Ez néha működik, néha nem, most éppen nem. Ezt egyszerűen még nem jöttem rá, hogy mi a helyzet vele. Az a lényeg, hogy amikor fölcsatlakozott a modul a Wi-Fi hálózatunkra, akkor nem olyan egyszerű megállapítani azt, hogy mi az ő IP címe, hiszen dinamikusan DHCP-vel kapja a címet. Ez a Bonjour Browser egy multicast protokollon alapuló kis multicast DNS megoldás. Elvileg megmutatja azt, hogy a hálózaton lévő kis bonjourt futtató, multicast DNS-t futtató eszközöknek mi a címe. Hát most hiába nyomkodom itt a frissítést, valamiért nem működik, de elég megbízhatatlan, tehát nem vagyok vele túlzottan megelégedve. Hogy néz ki az egész Wi-Fi modul? Tehát itt az a kép róla. A soros portot itt fogadja egy ilyen kis soros átalakító, szintillesztő áramkör, ez az eBay-ről származik. A lehető legtöbb dolgot az eBay-ről szereztem be, hogy minél kevesebbet kelljen forrasztani. Ez így kompletten egy kész modul. Utána ez a soros adat átkerül ebbe a Wi-Fi modulkába, és az egészet ez a kis kapcsoló üzemű tápegység látja el energiával. Ezek az alkatrészek itt dugaszolhatók, itt lehet látni, hogy ki lehet húzni a Wi-Fi modult is a helyéből, és ki lehet húzni a tápegység modult is a helyéről, a bármelyik tönkre megy, könnyen lehet őket cserélni. Először talán nézzük meg ezt a Wi-Fi modult. Ugye így néz ki, egy ESP8266-os chippen alapuló, úgynevezett ESP12-es Wi-Fi modul. Ez az utóbbi időknek az egyik sláger holmia itt a bütykölő emberek körében, mert baromi olcsón, tehát így 824.000 forint alatti összegből egy komplett mikrovezérlő és egy Wi-Fi internetes vagy ethernetes adaptert kapunk, és nagyon jó dolgokra lehet használni. Mutatom itt a típus választékot, amit az ESP-vel kapcsán most már rendelkezésre áll. Tehát nagyon sokféle ESP modul van, ami ezt az ESP8266-ot tartalmazza. Én az ESP12-es modult használtam föl ebben a projektben. Itt beépített, a panelra épített antenna van, nem kell külön antennával vesződni. Van benne egy analóg bemenet, és van benne, azt mondjam, 1, 2, 3, 4, 8 körüli digitális ki és bemenet. Fémházas, tehát árnyékolt, állítólag eleget tesz az FCC, tehát az amerikai frekvencia gazdálkodási hivatal követelményeinek. Nagyon jó kis dolgokat lehet, internetes dolgokat lehet bele csinálni. Most nagyon menő ez a IoT, Internet of Things témakör. Erre egy ideális alkatrész. Akkor miből áll még ez a szerkentyű? Ugye van ez a szabályozható tápegység. Ez tulajdonképpen egy feszültség áttalakító, ami kapcsoló üzemben működik, vagyis itt az in bemenetére adott nyers egyenfeszültséget a kimenetén stabilizálva feszültség letranszformációval adja ki. Vagyis ha mondjuk itt az a bemenetre beadunk mondjuk 5-10 voltot, akkor szinte teljes 95-98%-os hatásfokkal átalakítva, itt ebből a kis kék helitrimmerrel állíthatóan beállítható a külső feszültség, és itt ez az áramkör most 3,3 voltra van beállítva, mert az ESP modulnak 3,3 volt a tápfeszültsége, és a soros modulnak is 3,3 volt a tápfeszültsége. Még érdemes megemlékezni erről a max 32-32 áramkör tartalmazó soros átalakító modulról. Ez is egy jó kis holmi, nem kell hozzá más, csak a földre kapcsolni, a tápra kapcsolni 3,3 voltot, és az adásvétel megjelenik a lábakon, amit egyből illeszthető a ESP8266-os chiphez. Mi van még?
ugye, hogy az egész működjön, kell még valami tápegység is. Én a legegyszerűbb ilyen itthon hentergő Nokia tápegységet használtam erre a célra, levágtam a végét, bekötöttem a modulba, és megvan oldva a mutatvány, és ez is kapcsolóüzemű, akkor maga a tehát a Nokia töltő is kapcsolóüzemű, itt ez a kis ráépített feszültségcsökkentő áramkör is szintén kapcsolóüzemű, a teljes rendszer fogyasztása 1-2 watt körül alakul, tehát nem egy nagy, nem fogja az ember a gatyáját rákölteni a villanyszámlára, nagyon olcsón meg lehet oldani ezt az internetes adatfeltöltést. Ugye régebben, amíg nem voltak ilyen wifi modulok, addig ezeket az adatfeltöltési mutatványokat sokkal nehezebben lehetett megoldani, router, akkor számítógép, ilyesmiknek kellett állandóan futni hatalmas áramfelvétellel. Amióta vannak ezek a kis picike wifi modulok, amik ezt meg tudják oldani, azóta sokkal egyszerűbb a helyzet. Mi van még? Az Arduino programnyelven történik ennek az ESP modulkának a programozása, C nyelven. Igazából programozni kell hozzá tudni, és nagyon sok szoftverkönyvtárat adnak hozzá. Itt például ugye Wi-Fi kliensként működik, használjuk az EEPROM-ját, tehát el tudunk benne tárolni úgy adatokat, hogy azok ne felejtődjenek el kikapcsolás után sem, tehát itt vannak tipikusan benne azok a konfigurációs adatok, amiket mutattam itt az előbb ezek a beállítások. Akkor mi van még? Szoftversoros port működik rajta, tehát általános célú portjából tud szoftversoros portot csinálni. Itt van ez a Multicast DNS-es könyvtárnak a meghivatkozása, amit a Bonjour kliens programmal elvileg le lehet tapogatni, úgymond, de nem tudom, valamiért ez nem működik tökéletesen. Szóval ennyi az egész. Nagyon jól működik, stabil egyébként. Amióta megvan, már jó pár hónapja üzemel, nincsen vele probléma. Tehát egyébként úgy van megírva, hogyha bármi problémája van, bármi leakadás, bug, vagy ilyesmi történik, indítsa újra magát, és elvileg észre sem lehet venni azt, amikor leáll ez a kis szerkezet, mert újra indítja magát. Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet.